Másodjára is bevetette az orosz hadsereg a csodafegyverét Ukrajnában. Katonai bázisokat bombáztak a hiperszónikus rakétával. Nem csökken az Ukrajnából induló menekült hullám, milliók keresnek menedéket nyugaton, hozzánk is sokan jöttek az elmúlt 24 órában. Karneválozó tömegbe hajtott egy autósofőrje Belgiumban, sokan meghaltak, gyerekek is vannak az áldozatok között. És lövöldözés tört ki egy kiállításon Amerikában, a tettes válogatás nélkül lőtt. Sokan megsebesültek, egy ember életét vesztettem. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Tovább folytatódtak a harcok Ukrajnában az elmúlt órákban is. Nemzetközi szakértők szerint az orosz csapatok mostantól a szárazföldi offenzíva helyett inkább légicsapásokat fognak mérni az ukrán városokra. Mariupol városvezetése szerint hajnalban találat ért egy iskolát, ahol mintegy 400-an kerestek menedéket. Más ukrán források pedig arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg lebombázta a városban található fémipari gyárat is, amely Európa egyik legnagyobb ilyen létesítménye. Az orosz védelmi minisztérium közben bejelentette, hogy újabb hiperszónikus rakétákat vetettek be ukrán katonai létesítmények ellen. Teát főz egy idős ukrán nő egy Kijevtől nem messze délnyugatra található településen. Az asszony a férjével együtt már több mint 50 éve él itt, ám most attól tartanak, az ő városuk lesz a következő, ahova az orosz csapatok bevonulnak. Fűtésük nincs, ráadásul egy légitámadás során a házuk ablakai is betörtek, de azt mondják, nem hagyják el az otthonukat. Nincs hova mennem, nem fogom elhagyni a hazámat. Ahogy a szomszédom is mondta, itt fogunk meghalni, nem máshol. Nem futhatunk el, mondta a férfi. Kijevben vasárnap hajnalban is megszólaltak a légvédelmi szirénák, a légitámadás azonban ezúttal elmaradt. A BBC arról számolt be, nemzetközi hadiszakértők szerint az orosz hadsereg jelenleg a csapatok átrendezésével van elfoglalva, és elképzelhető, hogy a szárazföldi offenzíva helyett inkább a légicsapásokra fogják helyezni a hangsúlyt. Mariupolban eközben tovább folytatódnak a harcok. A város polgármestere szombaton arról számolt be, az orosz csapatok már elérték Mariupol központját, és a lakóépületek 80%-a megsemmisült a támadásokban. Ukrán források megerősítették, hogy a város átmenetileg elveszítette az Azovi-tengeri kijáratát is. A mariupoli városvezetés vasárnap reggel pedig azt nyilatkozta, hogy az oroszok ezúttal egy iskolát bombáztak le, ahol közel 400-an, többségében gyermekek, nők és idősek kerestek menedéket. Vasárnap reggel a BBC arról is beszámolt, hogy a városban lévő Azovstál acélgyárat is találat érte. Ez Európa egyik legnagyobb fémipari létesítménye. A gyár igazgatója egyelőre nem közölt részleteket a gyárban keletkezett károkról. Mariupolból szombaton mintegy 4000 embert sikerült kimenekíteni, de médiaértesülések szerint továbbra is legalább 300 ezre rekedtek a városban, víz, fűtés és áram nélkül. Az ukrán hatóságok szombaton azzal vádolták meg Moszkvát, hogy Mariupol polgárait akaratuk ellenére szállítják át Oroszországba. Mariupol polgármesterének asszisztense a New York Timesnak azt nyilatkozta, közel 4000 embert szállítottak egy határmenti orosz városba, az útleveleiket azonban nem vihették magukkal. Az orosz vezetés egyelőre nem reagált a vádakra, a Védelmi Minisztérium annyit közölt, ukránok ezrei kérték, hogy Oroszországba menekülhessenek. Vasárnapra víradóan legkevesebb 50 holttestet emeltek ki a Mikolajiv városában található ukrán katonai létesítményből, amelyet szombaton ért légicsapás. A megsemmisült barakokban legalább 200-an aludtak. A légitámadások Csernyihív városában is folyamatosak. A város polgármestere egy ukrán hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy az orosz csapatok válogatás nélkül mérnek lakónegyedekre tűzérségi támadásokat. Bevallása szerint a város kórházát újabb találat érte, ami miatt az egészségügyi ellátás is összeomlott. A polgármester úgy fogalmazott, Csernyihívben humanitárius katasztrófa alakult ki. Eközben az orosz védelmi minisztérium azt közölte, újabb hiperszónikus rakétát vetettek be ukrán katonai létesítmények ellen. A hangsebesség 10-szeresével repülő eszköz az orosz hadsereg legmodernebb fegyvere, amelynek kifejlesztését 4 évvel ezelőtt jelentette be Vlagyimir Putyin elnök. A fegyver első bevetéséről szombaton számoltak be, akkor egy föld alatti ukrán fegyverraktárat semmisítettek meg a hiperszónikus rakétával.
felháborítónak nevezte a kínai külügyminiszter helyettes az Oroszország elleni nyugati szankciókat, valamint a NATO kelet-európai csapaterősítését. A diplomata egyebek mellett az orosz oligarchák, illetve Vlagyimir Putyin elnök és a környezet ellen hozott intézkedéseket bírálta. Liu Cheng azt is mondta, a szankciók nem oldanak meg semmilyen problémát. Közben az Egyesült Államok aggodalmát fejezte ki, hogy Kína és Oroszország kapcsolata egyre szorosabb, a két nagyhatalom ugyanis 3 héttel ezelőtt úgynevezett barátsági szerződést kötött egymással. Már minden 8. ukrajnai lakos menekültnek számít az ENSZ adatai szerint. 3.300.000 külföldön, a többiek Ukrajnán belül találtak ideiglenes menedéket. A legtöbben továbbra is Lengyelországot választják első úti célnak, de sokan onnan mennek tovább Európa más államaiba. A többségük úgy nyilatkozott, amint lehetséges, visszatérnének hazájukba. Sőt, a harcok ellenére már most vannak néhányan, akik az azonnali hazatérés mellett döntöttek. Egy éves gyermekének készíti az ételt egy ukrán anyuka. Az alig 700 fős olaszországi Belmonte in Sabina nevű településen talált menedéket 2 gyermekével és barátnőjének családjával. Az őket befogadó olasz panzió tulajdonosát onnan ismeri, hogy évekkel ezelőtt az anyósára vigyázott, ápolta őt. Talán nem ez a legjobb hely a világon, de az első dolog, ami eszembe jutott, hogy fel kell nekik ajánlani a segítséget, aztán majd meglátjuk, hogyan tovább, mondta a férfi. A fiatal anyukák Lvivből érkeztek. A háború 6. napján indultak útnak. Szerencsésnek mondják magukat, mert az elsők között hagyták el a várost. Ma beszéltem a férjemmel és a húgommal, azt mondták, nagyon megijedtek, mert tegnap este az óvóhelyre kellett menniük. A városban ugyanis lövöldözés volt, mondta a nő. Jelenleg csak nem 58.000 ukrán, köztük körülbelül 22.000 kiskorú tartózkodik Olaszországban. A lengyel-ukrán határ közelében fekvő Przemyśl vasútállomás a háború elől menekülők egyik forgalmas csomópontjává vált. Ukrajna minden részéből érkeznek ide menekülők, sok a fiatal anyuka, de vannak idősebbek is. A legtöbben tovább utaznak Európa belsejébe, rokonokhoz, ismerősökhöz. Meglepő, de a vasútállomás Ukrajnába induló járataira is többen várakoznak. Ők vissza akarnak térni Ukrajnába, noha tudják, hogy mi vár ott rájuk. A Sky TV riportere azt kérdezte egy nőtől, miért. Amikor otthon vagy, minden jobb, mondja. Egy házas pár is úgy döntött, nem maradnak külföldön, pedig alig jutottak ki az ostromlott városukból egy humanitárius folyosón keresztül. Most mégis vissza akarnak térni a családjukhoz. Azért megyek vissza, mert az az én hazám, mondta a nő. De még messze nem a visszatérések jellemzőek a jelenlegi helyzetre. 3.300.000 ukrán hagyta el már a hazáját, de ennél sokkal többen kerestek Ukrajnán belül biztonságosabb helyet. Rengeteg a gyerek és a kiskorú fiatal, akik anyjukkal keresnek menedéket. Csak Lengyelország eddig több mint 2 millió menekültet fogadott be, a többi, Ukrajnával határos országban pedig több százezren tartózkodnak. A menekült gyermekekért aggódik Ferenc pápa. Szombaton egy vatikáni gyermekkórházban meglátogatta az ott ápolt fiatal ukránokat. A klinikán jelenleg 19 gyermeket kezelnek, a harcok kezdete óta pedig összesen 50 páciensük volt. A kezdetben inkább krónikus betegek érkeztek, de azóta egyre több fiatal kerül be robbanások okozta sérülésekkel. Ferenc pápa ismételten elítélte az ukrajnai vérontást, és békés megoldást sürgetett a konfliktusra. Magyarországra is folyamatosan jönnek a menekültek. A friss számítások szerint 500.000 körül van azoknak a száma, akik a háború miatt lépték át valamelyik magyar határt. A kormány, a különböző szervezetek és a civil önkéntesek továbbra is minden segítséget megadnak a bajba jutott embereknek. Tele van a beregsurányi segítségpont raktára adományokkal, ruhákkal, takarókkal, étellel, fűtött, kényelmes helyeken látják el a menekülteket. Mindenki olyan támogatást kap, amilyenre szüksége van. Nagyon hálásak vagyunk, mert itt meleg ételt, ruhát, bármit azonnal megkapunk, és lelkileg is támogatnak minket. Saját autóval jöttünk, a gyerekekkel és a házi állatainkkal. Innen Ausztriába megyünk tovább, mondta ez az ukrán asszony.
Beregsurányban a nap 24 órájában a máltai szeretett szolgálat, az önkormányzat és a kormányhivatal együttműködve várja a menekülteket. A segítségponton felkészültek nagyobb menekült hullámfogadására is. A humanitárius munkát végeznek el a karitatív szervezetek bevonásával, ami az átjövőknek a pillanatnyi segítséget megadja, és látjuk itt is a forgalmat, hogy nagyon sokan egyből mennek tovább, úgyhogy jelen pillanatban ezek a segítségpontok valóban segítenek a menekülteknek, mint ahogy a magyar kormány is és a magyar emberek is segítenek. A fővárosi pályaudvarokon is állandó segítséget nyújtanak a menekülteknek. Fedák András törzsőrmester szabad idejében is itt van, játszik a gyerekekkel, információval látja el a szülőket. Mivel Kárpátalján született, így az ukrán nyelvet is jól beszéli. Amikor nincs szolgálatban, akkor tolmácsként támogatja az érkezőket. Megkérdezik, hogy honnan tudok így ilyen jól ukránul beszélni. Hát elmondom nekik, hogy kárpátaljai vagyok. Ennek azért úgy örülni szoktak, és úgy jobban megbíznak bennem, én úgy gondolom. Hát igazából a segítség, amit tudunk nyújtani, útbaigazítás, vagy továbbá elmondjuk, hogy hol tudnak élelmet szerezni, innivalót, valamint igazából így, hogy rendőr vagyok, jogi felvilágosításban is tudom részesíteni őket. A boltok ott már nagyon kifogyóban vannak. Écsi Gábor, a Katolikus Karitász igazgatója az M1-en azt mondta, egyre több a rászoruló Ukrajnában. A tartós szeretet elnevezésű kampányunkkal őket segítik. Arra kéri az embereket, hogy a szervezeten keresztül hideg élelmiszerrel, a segélyvonal hívásával, és aki teheti, pénzadománnyal járuljon hozzá missziójukhoz. Aki most az elkövetkezendő napokban, akár a katolikus templomokba, akár a kijelölt gyűjtőpontokra ilyen tartós élelmiszercsomagot juttat el, ezzel az adománnyal segíti az ideérkező menekülteket, és segíti a Kárpátalján maradtakat is. Magyarország segít, Ukrajna számíthat ránk. A kormány már korábban is szállított orvosi és orvostechnikai eszközöket Ukrajnába, eddig 320 lélegeztetőgépet, 250 beteg monitort, 25 központi monitort, 100 infúziós pumpát, valamint vérszállító zsákokat. Szentkirály Alexandra kormányszóvívő közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, Magyarország újabb egészségügyi segélyszállítmányt küld. Ennek előkészítése már megkezdődött az állami egészségügyi tartalékból. A következő napokban pedig el is indul a katasztrófa védelem közreműködésével. Ezek között lesz több száz infúziós állvány, sebészeti beavatkozáshoz szükséges eszköz, például olló vagy érfogó, több ezer sebészeti műtőkesztyű, infúziós kellék, de gyógyszereket és kötszereket is adományozunk Ukrajnának. Szentkirályi Alexandra kiemelte, Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból, de humanitárius segítségnyújtásra a kormány továbbra is készen áll. Egyelőre megbecsülni is nehéz, mennyi menekült érkezhet még Magyarországra, de a jövő héten egy újabb nagyobb hullám jöhet. Záhonyból azonban a legtöbben néhány órán belül utaznak is tovább. Kapcsolunk a helyszínre M. Bíró Lizához. Liza, most is egy újabb vonatot vártok. Sőt, már meg is érkezett az az újabb vonat, amelyet vártunk, hát több mint 4 órás késéssel természetesen, de hát ez ma már szinte napirenddé válik, hiszen teljesen megjósolhatatlan, hogy mikor érkeznek a vonatok. Ezzel a szerelvénnyel egyébként 80 ember jött körülbelül, a reggelivel olyan 120, tehát eddig mindösszesen olyan 200 menekült érkezett Záhonyba a mai napon Ukrajnából. A segítségponton is sokan töltötték az éjszakát, igaz, jóval kevesebben, mint azt korábban megszokhattuk, körülbelül 60 emberről van szó, de én igazából nem is a számokat hangsúlyoznám, hanem a folyamatosságot. Tehát az, hogy igazából nem áll meg a nyomás, az, hogy folyamatosan érkeznek, az, hogy nem lehet tudni, hogy menjen, és emiatt folyamatosan készenlétben kell állni. Ez egy egészen más jellegű kihívás, de ez is roppant fontos, hiszen itt is felkészültek arra, hogy a jövő héten talán még többen érkezhetnek azáltal, hogy ugye folytatódnak a harcok, és hogy gyakorlatilag kitolódnak a front határok. Úgyhogy készenlétben állnak, ugye egyrészt kapnak itt melegételt, akik ide érkeznek arra a rövid időre, ami még fontosabb, hogy a papírjaikat rendezhetik, hiszen aki nem rendelkezik biometrikus útlevéllel, most az a további tartózkodásához szükséges iratokat is megkaphatja itt, és az ügyintézéshez szükségeset is. További is utazhatnak ingyenesen vonattal Budapestre,
ez a szerelvény itt mellettünk most a keleti pályaudvarra indul tovább, ahol a befogadó állomásokon hosszabb, rövidebb időt eltölthetnek. Ugye ez az a pillanat, amikor gyakorlatilag megérkezett a mozdony, ami majd a szerelvényt gyakorlatilag húzza Budapestre, és most indulnak meg az emberek is a csomagjaikkal. Ők azok, akik ugye beérkeztek az előző vonattal, és most mennek tovább Budapestre. Embíró Liza, köszönjük szépen. Megyünk tovább Beregsurányba, Páfi Andreához. Andrea, ott is készen állnak a határon, hogy akár az eddiginél is több menekültet fogadjanak? Köszöntöm a nézőket, valóban Beregsurányon az elmúlt 3 hétben, viszont ma 3 hete nyíltak meg a segítségpontok. Egy elég határozott infrastruktúrális fejlesztés történt, több sátrat is állítottak már, ahová el tudják helyezni azokat, akik érkeznek a határól, ha éppen esik az eső, vagy hidegebb az idő. Amit viszont most mutatunk, az is az összefogás egyik jele, hiszen vasárnap van, és senki nem marad éhen, egyébként sem természetesen, de most önkéntesek különleges ebédet főztek itt Beregsurányban. Van gulyásleves, pásztortarhonya, a Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházmegye önkéntesei pedig süteményeket is készítettek, tehát igazi otthoni ízeket csempésznek azoknak, akik a harcok elől menekültek. Közben újra érkezett egy kis busz a határól. Az elmúlt néhány percet tulajdonképpen ez már a 4., 5. kis busz, ami érkezik, tehát az elmúlt napok talán kicsit nyugodtabbak teltek, de most azt tapasztaljuk, hogy ismét egyre többen érkeznek, de mint mondtam, mindenki felkészült a fogadásukra, minden segítséget megkapnak, ételt, italt, ruhát. Ha a papírok nincsenek rendben, azt is segítenek elintézni. És mint mondtam, 3 hetes gyakorlat van már a menekült hullám kezelésében, tehát tulajdonképpen már rutinszerűen válik az eljárás. Leszállnak a buszról a menekültek, megkérdezik tőlük, hogy van-e hol, aki fogadja őket, jönnek-e értük, vagy ha nem, akkor ebben is tudnak segíteni. Tehát itt Beregsurányban mindenre felkészültek, és mint láthatták, az összefogás továbbra is hatalmas. Páfi Andrea, köszönjük szépen a tudósítást! Újabb baloldali politikus, a Momentumos Berg Dániel is katonai felszereléseket küldene a háborúba. Erről ír az Origo. A portál szerint február végén a Momentum liberális európai parlamenti pártcsaládja adta meg a jelzést az uszításra. Úgy fogalmaz a lap, hogy akkor elfogadtak egy erősen militarista hangvételű nyilatkozatot, amely szerint az EU tagállamoknak katonai védelmi felszereléseket kell küldeniük Ukrajnának. A Magyar Nemzet szerint Berg Dániel a katonai segítségnyújtás követeléséről szóló részt közzétette a közösségi oldalán is. Újabb baloldali politikus, a Momentumos Berg Dániel is katonai felszereléseket küldene a háborúba, erről ír az Origo. A portál hozzátette, Berg Dániel azt követeli, hogy Magyarországon haladjanak át a hadiszállítmányok. Emlékeztetnek, hogy a Momentum liberális európai parlamenti pártcsaládja adta meg a jelzést az uszításra még február végén. Akkor ugyanis elfogadtak egy erősen militarista hangvételű nyilatkozatot, amely szerint az EU tagállamoknak katonai védelmi felszereléseket kell küldeniük Ukrajnának. Az Origo szerint a Momentumos Berg Dániel a kommuniké egyes pontjait, köztük a keményebb szankciók és a katonai segítségnyújtás követelését többször is közzétette a közösségi oldalán. Az ukrajnai konfliktus kirobbanása óta sorra szólalnak fel baloldali politikusok, hogy hazánknak fegyverrel és akár katonákkal is segítenie kellene Ukrajnát. Például a DK-s Rónai Sándor. Nagyon sajnálom a magyar kormány tegnapi bejelentését, miszerint mi nem segítjük 100%-ig ezt a folyamatot, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításában segítenek. Miért nem adunk mi adott esetben lőszert? És Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere, Juhász Ferenc is ezen az állásponton volt. Akár katonait is. Mindeközben hazánk háborús szerepvállalásának a leghangosabb szószólója Márki-Zay Péter, írta az Origo. Minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül a szövetség keretein belül mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. Akár katonait is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. Márki-Zay Péter az ATV-ben azt is világossá tette, katonák mellett akár fegyvereket is küldene a háborús térségbe. Hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. A német Tagesspiegelnek pedig úgy nyilatkozott, a fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU így döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk. Azt állítják a háborús uszítók, hogy mi küldenénk katonákat vagy fegyvert Ukrajnába.
Márki-Zay Péter a közmédiában mégis azt bizonygatta, ő sohasem mondott olyat, hogy magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába. Azt is mondta, Orbán Viktor katonai segítséget ígért Boris Johnsonnak. Orbán Viktor ígérte az Boris Johnson angol miniszterelnöknek, hogy katonai segítséget ad Ukrajnának. Márki-Zay Péter nem mondott igazat szerdán az M1-en, nem igaz, hogy Magyarország fegyvereket szállít Ukrajnába, és az sem, hogy a miniszterelnök katonai segítséget ígért volna. Ezt már a kormánykritikus Telex nevű portál állapította meg. Márki-Zay Péter azonban kitart álláspontja mellett, miszerint ő igazat mondott, szerinte hazugság, hogy ő hazudott. Ezért helyreigazítást kért a Telextől. Szombaton még a 21. század intézet elemzőjét is felhívta telefonon, hogy azt bizonygassa neki, a Telex hazudik. Hát ugye reggeli közben írja az embert, hogy a baloldal miniszterelnök jelöltje felhívja, először nem hisz a személynek, hiszen 15 nappal a választás előtt az ember azt gondolná, hogy van azért ennél fontosabb dolga is egy miniszterelnök jelöltnek, úgy tűnik, hogy nincsen, és hát azt érezte, hogy nálam kell helyre tenni a Telexnek, amely egyébként egy baloldali portál, az állításait. Deák Dániel az M1-en arról beszélt, szerinte mindez azzal magyarázható, hogy Márki-Zay Péter népszerűsége folyamatosan csökken, kijelentéseivel pedig, amit a baloldalon sem néznek jó szemmel, a fontos politikai kérdésekben nem csak a kormánypárti, hanem még a saját szavazóival is szembe megy. Baloldali hírportálok, baloldali véleményformálók, ellenzéki politikusok a háttérben ámulnak és bámulnak, hogy Márki-Zay Péter miről beszél, teljesen vakvágányon van az ő kampánya, látjuk, hogy zuhan folyamatosan a támogatottsága, tehát ez ennek a következménye. Akkor most kihívta a vitára, vagy nem? Fölhívtam, hogy menjünk el egy közös műsorba. Márki-Zay Péter nem először hívta fel telefonon Deák Dánielt. A baloldal közös miniszterelnök jelöltje például februárban élő vitára hívta az elemzőt. A baloldal újabb náci botrányáról ír az amerikai sajtó, ezzel a címmel jelent meg cikk a Magyar Nemzetben. A lap idézi egy konzervatív amerikai hetilap írását, amely szerint bizonyíthatóan neonáci nézeteket vall a jobbikos Szilágyi György, aki a Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök jelölt vezette, közös listán is előkelő helyen szerepel. Közé tettek egy videót is, amelyen Szilágyi György egy árja testvériség nevű szervezetet menteget. A lap szerint azonban egy számos bűncselekménnyel és gyilkossággal meggyanúsított neonáci bűnszervezetről van szó. Hosszú beszédet mondott a bűnözőkből álló számos bűncselekménnyel és gyilkossággal meggyanúsított amerikai neonáci bűnszervezet az árja testvériség védelmében a Jobbik alelnöke Szilágyi György, ezt írta a The Jewish Voice. A konzervatív amerikai heti lap egy videót is közzétett, amelyen Szilágyi György a sajtóhírek szerint skinhead frizurát és horogkeresztes tetoválást viselő bűnözők csoportját azzal védte, hogy az csak egy érdekvédelmi szervezet. Az Aryan Army, azt, hogyha mindenki tudná, soha nem volt náci jelkép, az az amerikai börtönökben a fehéreknek a csoportosulás, és úgy, hogy megvan a feketéknek, és egy érdekvédelmi szervezet. Szilágyi György egyébként még ennél is tovább ment, és azt fejtegette, hogy a szervezet mottója a szintén náci szimbólumnak számító white power, azaz fehér erő teljesen helyén való, ugyanis sok helyen használják. A white power 80%-ának az amerikai kosárlabda csapatoknak benne van a címerében. Az, hogy fehér erő, vagy black power, fekete erő. Ez teljesen más dolog. A The Jewish Voice egy fotót is közzétett, amelyen a Jobbik jelenlegi alelnöke náci karlendítésre emlékeztető mozdulatot tesz. Tovább gyűrűzik a baloldali koalícióig jutó Jobbik antiszemita botránya, ezt már a Magyar Nemzet írta. A lap emlékeztet, nem ez az első antiszemita botránya Szilágyi Györgynek, korábban például a Simon Wiesenthal központot is be akarta tiltatni Magyarországon. Kartlendít, mosolyog, majd el is neveti magát a jobbikos Z. Kárpát Dániel azon a videón, amitől egy hete hangos a magyar és a nemzetközi sajtó is. A Jobbik alelnökének náci köszöntéséről szóló felvételt ugyancsak a New York-i székhelyű Jewish Voice hozta nyilvánosságra. A cikk szerzője szerint, amíg ilyen politikusok vannak a pártban, addig a Jobbikban jelen van az antiszemita gondolkodás. A baloldal miniszterelnök jelöltje Márki-Zay Péter az ügyre úgy reagált, hogy őt megnyugtatták, Z. Kárpát Dániel nem antiszemita. Természetesen erre a Jobbik kiadott már egy közleményt, amit én is láttam.
amiben mindenkit megnyugtattak, hogy semmiféle antiszemitizmus nincs. Rékárpád Dánielben. A Momentum diploma botrányba keveredett politikusa, Hajnal Miklós pedig kitérő választ adott. Én remélem, hogy több hasonló anyag nem fog kikerülni, és remélem, hogy végre a választási kampány arról fog szólni, hogy milyen programja van az egyes jelölteknek. Tehát Hajnal Miklós szerint nem a karlendítés a probléma, hanem az, hogy kiderült. Került a válaszadást a Párbeszédes Tordai Bence is. Ő nem tartja aggályosnak ezt a videót? A Jobbik ezzel kapcsolatban mindent lenyilatkozott. Helye van a közös listán Zékerpád Dánielnek? Teljesen egyetértek azzal, ami a Jobbik közleményében áll. Gyurcsány Ferenc felesége Dobrev Klára is kitért a válasz elől, ugyanis a MediaWorks riporterének azt nyilatkozta, mindenkit az ellenzéki pártok közös elvi nyilatkozata szerint ítélnek meg. Zékerpád Dániel karlendítős videójához mit szólt? Javaslom, hogy egyébként hallgassa meg, hogy Jakab Péternek mi volt erre a válasza. Az a fajta értékrend, amelyet elfogadtak az ellenzéki pártok 2020 óta, annak alapján ítélünk meg mindenkit. Nagyon szépen köszönöm! A hatpárti koalíciótól nem idegen, hogy a szélsőségeket is magába foglalja. Ezt maga Márki-Zay Péter egyik korábbi fórumán ismerte el. A liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Márki-Zay Péter ezeket a mondatokat később úgy magyarázta, hogy a Mi Hazánkra és a Munkáspártra gondolt. Ha a baloldal kijelentéseit tettekre váltanánk, Magyarország belesodródna a háborúba. Ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Gulyás Gergely megerősítette a kormány álláspontját, miszerint a legfontosabb most az, hogy Magyarország kimaradjon az ukrajnai háborúból. A miniszter hozzátette, a fegyverszállításokkal Kárpátalján élők is potenciális célponttá válnának. Minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül a szövetség keretein belül mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. Akár katonait is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. Hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. Miért nem adunk mi adott esetben lőszert? Nem a gyerekeinket, meg az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem azokat a NATO szerződés szerinti során, vagy milyen hatköteles, hivatásos, akinek ez a dolga. Csak néhány idézett baloldali vezető politikusok nyilatkozataiból, akik támogatnák, hogy Magyarország fegyvert szállítson, vagy akár katonai segítséget is adjon Ukrajnának. A magyar kormány azonban ezt nem támogatja. Amíg Magyarországon polgári kormány van, addig ebben a konfliktusban Magyarország nem fog fegyvert szállítani, hiába buzdítanak erre az ellenzéki pártok, hiába buzdít erre a baloldal. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, ha a baloldal kijelentéseit tettekre váltanák, Magyarország belesodródna a háborúba. Hogyha ma Magyarországon a baloldal lenne kormányon, hogyha ők azt tették volna kormányon, amit mondtak, akkor Magyarország hadviselő fél lenne ebben a háborúban. Szerintem ezt mindenkinek éppen el kell kerülni, és azért sem fegyvert szállítani, sem katonákat küldeni nem szabad. Gulyás Gergely fontosnak nevezte még a NATO és az uniós partnerekkel való együttműködést is, azonban leszögezte, a legfontosabb, hogy ne sodródjunk bele a háborúba. Magyarországnak három nagyon fontos feladata is van. Az első, hogy ne sodródjunk bele ebbe a háborúba, maradjunk ki a háborúból, ne tegyünk olyan felelőtlen nyilatkozatokat, amelyek következtében Magyarország a háborúba sodródna, főleg, hogyha ezeket a nyilatkozatokat, amelyeket például a baloldal és különösen annak miniszterelnök jelöltje tesz, valaki tettekre váltaná, akkor a háborúba sodródnánk, ezzel szemben kerüljük ezt el. A miniszter kiemelte, az energiaellátással összefüggő kérdésekben nem szabad szankciókat bevezetni. Az orosz földgáz és kőolaj szállítások a magyar gazdaság működésének és a háztartás a rezsicsökkentésének olyan fontos részét képezik, hogy semmi mással nem lehet azt kiváltani. A magyar érdek az leginkább az, hogy Magyarország maradjon ki a háborúban, Magyarországon mindenkinek a biztonsága az továbbra is garantált legyen. Gulyás Gergely nagyon fontosnak nevezte azon emberek támogatását is, akik a háború sújtotta Ukrajnából menekülve az első biztonságos országban, Magyarországon keresnek menedéket. Hozzátette, a kormány közvetlenül is támogatta a humanitárius szervezeteket, amelyek oroszlán részt vállalnak a menekültek ellátásában, emellett pedig közvetlenül is küldenek Ukrajnába gyógyszert és élelmiszert, amelyre ott a legnagyobb szükség van.
Álhíreket terjesztett több baloldali portál is az elmúlt napokban Áder János köztársasági elnök és Andrzej Duda lengyel elnök elhalasztott találkozójáról. A cikkek szerint ugyanis azért nem utazott a magyar államfő Lengyelországban, mert a lengyel elnök nem akart nyilvánosan mutatkozni vele az idézem orosz barát magyar álláspont miatt. Ezzel szemben a valóság az, hogy az ukrajnai háború miatt elhalasztották a március 18-19-re tervezett lengyel-magyar barátságnapot. A lengyel köztársasági elnöki hivatal a honlapján azt írta, ugyanakkor Andrzej Duda államfő szorgalmazza, hogy a biztonsági helyzet függvényében a barátságnapot az első adandó alkalommal tartsák meg, hiszen Áder János elnökkel és feleségével a lengyel államfői házaspár baráti viszonyt ápol. Karneválozó tömegbe hajtott egy autó ma reggel egy dél-belgiumi városban. Az eddigi hírek szerint többen meghaltak, és legalább 30-an megsebesültek. Már is kapcsolunk Brüsszelbe Baraszka Eszterhez. Eszter, mit lehet tudni eddig az esetről? Terrortámadásról van-e szó? Jó napot kívánok! Egyelőre nem áll elegendő információ a nyomozóhatóság rendelkezésére ahhoz, hogy ezt pontosan kijelentse, de a jelenlegi állás szerint a belga főügyész helyettese úgy fogalmazott, hogy nem foglalkoznak a terrorista szállal, tehát azt valószínűsítik, hogy nem történt terrortámadás, de azt nem mondta, hogy ez tulajdonképpen mire alapozza. Annyit tudunk, hogy hajnali 5 óra körül kezdődött el Lalouvière egyik külvárosában egy karneváli gyülekezés, és ebbe a tömegbe hajtott bele egy autó. Szemtanúk elmondása szerint egyik pillanatról a másikra bukkant fel, szinte a semmiből, mondták, teljes sebességgel, fékezés nélkül hajtott a tömegbe. Más szemtanúk szerint ezután megfordult, és újra a tömegbe hajtott, és csak ezután távozott a helyszínről. Ez utóbbi információt egyébként hivatalosan nem erősítették meg, azt viszont már tudjuk hivatalosan is, hogy 2 fiatalember ült az autóban, őket elfogták, nagyjából néhány száz méterre a gázolás helyszínétől megtalálták az autót, elfogták ezt a 2 fiatalembert, ők őrizetben vannak, de a kihallgatásuk még nem kezdődött el. Először megvizsgálják őket, például a vérük alkohol szintjét, és azt is addig megpróbálják rekonstruálni, hogy az autó milyen útvonalon haladt a gázolás helyszínéig. A jelenlegi információk szerint helyi lakosokról van szó, egyikük 32, másik 34 éves, és eddig nem kerültek a nyomozóhatóság látóterébe ilyen bűncselekmény miatt, hogy más miatt azt nem tudjuk. A balesetben a mostani adatok szerint 6 halott van, tehát 6-an vesztették életüket, köztük állítólag egy gyermek is. 12 súlyosabb sérültje van a balesetnek, 10 állítólag intenzív osztályon fekszenek, illetve 6-an még a műtőben vannak. Más források szerint 20-an sérültek meg súlyosan, tehát ez sem pontos információ még. Ami biztos, hogy a polgármester leállította a karnevált, a miniszterelnök és a belga király pedig délután 4-kor a gázolás helyszínére érkezik. Baracka Eszternek köszönjük szépen a tudósítást! Egy ember életét vesztette, és legalább 20-an megsebesültek, köztük több gyermek az amerikai Arkansas államban egy autós kiállításon történt lövöldözés során szombat este. A rendőrség azt közölte, hogy a történtek után egy lehetséges tettest őrizetbe vettek, de nem zárták ki, hogy több elkövető is lehet. A lövöldözés háttere egyelőre nem ismert. Itthon az adó visszatérítések utalásának felgyorsítását kéri az adóhivataltól a pénzügyminiszter. Így az adóbevallás beérkezése után 30 nap helyett már 2 héten belül kiutalják a visszajáró összeget. Varga Mihály a közösségi oldalán azt írta, a családi adó visszatérítés teljes összege már a 650 milliárd forinthoz közelít. Azaz 106 ezer szülő, aki az adóbevallásában érvényesíti az adókedvezményt, összességében 33 milliárd forint adót kap vissza. Elkezdődött a 2022-es országgyűlési választás. Tegnap óta már leadhatják a szavazatot tartalmazó válaszborítékot egyes külképviseleteken azok, akiknek nincs magyarországi lakcímük, tehát levélben kapták meg a szavazólapot. Nem muszáj személyesen leadni, bedobhatja más is az urnába a válaszborítékot, és fel lehet adni postán is, de a fő szabály, hogy a választás végéig, április 3-án 19 óráig meg kell érkeznie.